fekvett a terület, ott nehézkedni, meg a blahózatér, meg minden. Miről beszélgetünk itt? És úgy bele van magyarán mondva az egészbe, és egyik hatóság a másikra verés kész. Mikor András polgármesterkor azt a választ kaptuk, hogy nyugodjunk meg, mert majd el fog oszlani ez a nagy tömeg, ami hajléktalan tömeg, ami itt van, mert a kerületben lesz több ilyen üveg visszaváltó. Mi ez a megnövekedett hajléktalan, mert mindig is voltak, és nem ez a gond, de most iszonyú mennyiség, és azt mondta, hogy ezzel a lakóknak együtt kell élni, tűrjék a lakók. Tehát tűrjem azt, hogy nem tudok környezetjelni, mert mindenhol fekszik. Ide vatták a putrit, ma oldjuk meg! Két kocsi közé felállnak, és akkor ott vizelnek, ott végzik el a dolgukat is, meg minden. Szóval volt már, amikor mentem, az beletapostam, amikor a kocsihoz mentem nyitni ki. Ha ide állunk a járdához, vagy közvetlenül az őzel, akkor vagy neki mennek, vagy pedig volt, hogy na, összecsikarták, vagy valami, mert nekem csikarások vannak rajta. Tegnap előtt éjjel ott volt a kapunk alatt egy bevásárló kocsi, valamelyik szupermarketnek a bevásárló kocsi, nem figyeltem ugyebár a fogóját szokott lenni, de az a lényeg, hogy és abban is emberi ürülék volt. Tehát rá volt, kocsiba. Bele volt száradva. Ireggel iszonyú, ami van, tehát hogy és akkor nem tudsz ki és bejönni a házadból, mert találják a hajléktalanok, és ez a járványban is így volt. Vannak olyan durva pünköst vasárnap és hétfői fényképeink, hogy ez hihetetlen, tehát hogy azt mondjuk, hogy ilyen nincs. Hát ide köpnek a viszem be a lakásba, állandóan mostan mindent kell, vagy hogy? Az úttestre kell lezavarni mindenkit, még nekik áll feljebb, mert nem hajlandók lemenni. Miért mennének le? Mert fertőtlenítek itt. Minden áldott nap. Klormésszel nem győzi az ember 5 perc. 5 percet? Addig sem. Hozzák a nagy zsákokat. A trutyi folyik ki belőle órán száján, aki nem bír állni, mert rohad a lába, az beül végig a szegélyhez, és szerzik. Ez itt WC. Népszínház utca, Bérkocsis utca között a túloldal is, a mi oldalunk is WC. Szokott látni rendészeket, vagy közterület felügyelőket? Jönnek kocsival, intézkedni nincsen, fogják és csak ők elmennek és kész. Semmi reakció nincs itt, valami oka van, hogy nem intézkedik senki. Tehát itt el van tusolva minden.